elgondolkodtam konkrétan azon a múlton, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mennyire foglalkoztam, vagy mennyire vettem észre, hogy voltam-e én bántalmazott, vagy én bántalmazó. És azon kaptam magam, hogy egyáltalán nem foglalkoztam ezzel gyerekként. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy én voltam több esetben az a harmadik fél, aki a szemtanúja volt ennek az egésznek, és nem tett semmit. Mivel engem nem ért atrocitás, mivel én nem szekáltam senkit, föltettem a kezem. Hát felnőtt fejjel már nem így állnék hozzá a dologhoz, pláne hogyha egy barátomról van szó, vagy egy gyerekemről van szó, vagy a testvéremről van szó, és mindenféleképpen segítenék. Azt is tudom gyerekként szerintem, hogy nagyon félelmetes segítséget kérni. Attól félhet egy gyerek, hogy talán nincs elég ok arra, hogy ő segítséget kérjen és visszautasítást kap, vagy lekicsinlik a problémáját, de szerintem nincs olyan probléma. És ha az ember nem tudja valakivel megbeszélni, akkor az áldozatsegítő központ ott van erre. De a legfontosabb, hogy mindenki figyeljen egymásra, és mindenki beszéljen egymással, és segítsünk egymáson. Mindenki számára van segítség.